sok szeretettel köszöntök mindenkit ebbe az újabb filmbe. Most itt vagyunk Szarvason, a Kákafoki Holtágon. És pontosabban most még csak egyedül vagyok, mivel Domi holnap után szombaton fog megérkezni ide hozzánk, és ő akkor fogja megkezdeni ezt a pecát. Most csütörtök délután van, most már lassan inkább este. Most érkeztünk meg egy pár órája ide a helyszínre, és 4 éjszakát fogunk itt eltölteni, szóval magyarul hétfőn délelőtt menjünk haza. Ezen a vizen videót még nem készítettünk, de én már többször is jártam itt, és nagyon a szívemhez nőtt. Ezért mindenképpen a bakancs listámon szerepelt, hogy itt is tudjunk készíteni egy jó kis filmet nektek. Nem is húzom tovább a szót, megyek pecázni, úgyhogy jó szórakozást kívánok ez a filmhez. Hát erre a horgászatra én 2 Magnum X-5 botot hoztam 3 méter 3 librás változatban. Nemrég kezdtünk el ezekkel a botokkal pecázni, és hát nagyon meg vagyunk vele elégedve, úgyhogy most össze is rakom őket. Most érkeztünk el oda, hogy bekeverjem a csalogató anyagokat. Nagyjából ide a kis házunkba 2 óra érkeztünk meg. Elfoglaltuk a horgászállást, kipakoltunk, de erre majd később. Úgyhogy most fogom bekeverni a csalogató anyagokat. Először is az etetés nagy mennyiségű kukoricából fog állni. Ehhez fogok hozzáadni egy kis hot crab and krill boilit, és még egy kis source attraktorral fogom meglocsolni ezt az egészet. A levét leöntjük róla, és szépen hozzáadjuk a kis mixünkhöz. Ebben van búza, illetve repce is. Ez egy ilyen vegyes magmix lesz első körben. És a lényeg a source attraktor. Na hát most sikerült így nagyjából beetetni és összerakni a botokat, úgyhogy most érkeztünk el arra a pontra, hogy lassan bedobunk éjszakára. A háttérzenéért azért elnézést kérek, de hát sajnos itt a szemboldalon eléggé jól érzik magukat az emberek, úgyhogy ezzel ellen sajnos most nem tudok tenni semmit. Viszont ahogy említettem, nem sokára bekerülnek a botok, úgyhogy szurkoljatok, hogy eseménydúsan teljen az éjszaka, aztán meglátjuk, hogy mi sikerül. Most így naplementében meg is ejtjük az első dobást, ez az a bot, amit túloldalra van kiklipszelve. Hát megy be a part közeli bot is, kb. 3-4 méterre fogom csak itt belendíteni magam elé. Így szépen megvárom a lejét, lehelyezem a bottát túlra. Hát elképesztően eseménydús éjszakán vagyunk túl, mivel igaz, hogy egy darab halat nem sikerült fogjak, de 3-ból 3 kapásom ment el. Kezdjük ott, hogy volt egy ilyen ejtegetős éjfél körülön a part mellől, nem is értem az miért nem lett meg, azt hagyjuk is inkább, de hajnali 5-kor volt egy irgalmatlanul füstölős kapásom a túloldalról, ahova tettünk még tegnap, és hát az se lett meg, annak nem tudom a pontos okát, mindesetre az se lett meg.
Az etetésemet nem bonyolítottam túl, mivel kukoricából és tigrismogyoróból alapul, viszont emellé még kevertem egy kis hot krebent krillboilit a Dynamite Base-től. Ennek az az oka, hogy azt a taktikát találtam ki most, hogy mivel 4 éjszakát vagyunk itt, ami nem egy kevés idő, így az elején még etetek kukoricával és tigrismogyoróval is, tehát maggal, és egy 2-3 nap múlva elkezdek róla így leszokni, és csak bolyival etetni, és bolyival is csalizni, és utána rámenni a kis termetesebb példányokra, míg most az elkövetkezendő 2 éjszakában inkább azon a taktikán vagyok, hogy kisebb csalikkal, pop-upokkal, kukoricával csalizok, és minden halat szeretnék megfogni, amit elúszik előttem. Hát elég gyorsan eljött az este. Napközben pergettünk, fogtunk is egy-két balint, egy-két csukát, úgyhogy most nekiállunk a pontyozásnak. A csali, amit fel fogok rakni, ez egy kétszem kukorica, amit kikonyítek egy pineapple-ben, a pop-up-pal. Erre érkezett a tegnapi kapásoknak a nagy része. Kiveszek egy ilyen pop-upot, ilyet, és lefaragok belőle egy, hát jó, legalább a felét. Tehát levágom a felét. Körülbelül így. És akkor szépen felszúrom a tűzőtűre. Így. És két ilyen egészséges kukoricát mögé szúrok. És ez így pont tökéletesen ki fogja könnyíteni. Így néz ki. Hát tegnap tájt is nagyjából ebbe az időbe jelentkeztem be. És hát azóta se lettünk sokkal gazdagabbak haltéren, de igyekszünk mindenféleképpen. Bent lesznek a botok, én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy sikerüljön éjszaka legalább egy darab pontyot fogni, mielőtt még Domi megérkezik, és akkor holnap délutántól közösen folytatjuk a pecát, úgyhogy szurkoljatok, hogy este sikerüljön valami pontyot, valami értékelhető halat fogni. Hát srácok, iszonyatosan boldog vagyok most, hogy lement a nap, nem telt el bedobás után 10 perc, és brutálisan elfüstölt a bot. A szemközti oldaltól érkezett, egy tigris magyarul és egy tutti frutti pop-up kombóra. És hát amit láthatja, gyönyörű, és nem is az aprajából való, egy kicsit nagyobb, mint a tavalyi pontjom, úgyhogy brutálisan örülök neki. Remélem hasonlóan fog folytatódni a pece. Na, engedjük vissza. És engedjük ezt a érintetlen körös lakót, horgon még nem volt, az biztos. Mennyi. Ez az. Srácok, bocsánat a fejmérde. Kb. 6 óra van reggel. És erre az irgalmatlan nagy kapásra kellett fölkelnem. Az esti ponty után még jött egy kis amúl, meg egy kis ponty az öcsémnek, nem nekem. És nekem most reggel érkezett ugyanarra a botomra egy kapást. És ez se kicsi. Ezekben a horoxis halakban brutális, hogy mennyi energia van.
nem adja ilyen könnyen magát. Nem látokom panaszra, mivel egy érintetlen kákafok is a drófát sikerült fognom. Brutális színekbe, a szája is hihetetlen gyönyörű. Meg is mutatom ezt az álomhalat, hogyha hagyja. Persze itt nem a méret számít, mert ez se lehet nagyobb 8 kilónál, de gyönyörű. Nem tudom mennyire jön át, hogy milyen gyönyörű ez a hal, de brutális színei vannak. Én már tényleg megelégszek ezzel a túrával, hogyha nem fog több halat, akkor is brutálisan jól érzem magam itt. Fantasztikus ez a hely, a környezet és a halak is. Hát, mivel lehetőségem adódik rá, hogy megmutassam itt a vízbe is, mivel ez a halacska nappal érkezett, ezért meg is mutatom nektek itt is. Itt talán még hangulatosabb lesz vele fotózkodni. Nézzétek, milyen szép. Csodálatos hal. A legnagyobb meglepetésemre itt a napközbeni órák is tartogattak számomra egy kis amúrt. Szerintem egy óra körül van, konkrétan a legrosszabb időszak. De ez egy picik kis ilyen 3-4 kiló körüli amúr. Azért csak becsúszott. Vissza is engedem ezt a kis amúrt. Amúrnál fontos, hogy várjuk meg, amíg magától elmegy, mert elég érzékeny halacska, a fárasztásban nagyon ki tud merülni. Éppen bent pihentünk, miközben egy irgalmatlan nagy kapásra rohantam ki a házból, szerintem olyan 3-4 másodperc alatt ki is értem. Viszont mire kiértem, már láttam, hogy a botasz félig a vízbe van. Tehát az orsó fogta meg a kapás jelzőnél. És hát mire rámeltem, addigra már itt a töklevelesbe és azon belül található fába volt a hal. A hal sajnos nem lett meg, beúsztunk a szerelékért, hogy azért azt ne hagyjuk benne a vízbe, azt meg is mutatnám, hogy mivel együtt jött ki. Hát durván rácsavarta a hal, de neki nem lett baja, mert épségben elmenekült. Horog az kigörbülve. Mutatnám is. Hát ez egy komoly hal lehetett, de hát sajnos nem is sikerült megfogni. Thank you.
Sziasztok! Megérkeztem ide a Kákafoki oltárra. Bolgy az eltelt 48 órában csodaszép nyurgákat fogott. És reménykedem benne, hogy nekem is rejteget ez a víz ilyen szép halakat. Tehát a környezet az adott, halak is vannak. Úgyhogy már csak reménykedek benne, hogy éjszaka majd én is a kapásjelző hangjára keltek föl. A csalim az igazából elég egyszerű, hiszen tigris magyaró pop-up kombót nyomok, főleg ilyen édesebb pop-upokat, és egyik voltamon pedig egy szem 15 mm-es hitelrán pop-up van, a sárga színű, és ez egy ranérigen van felkínálva. Úgyhogy bizakodóan állok hozzá az éjszakához, az elmúlt 48 órát betekintve, úgyhogy jó szórakozást kívánok én is a videóhoz, sziasztok! A tegnapi éjszaka folyamán Boldi fogott egy szebb ilyen 4-5 kiló körüli pontyot, de mivel hihetetlen fáradtak voltunk, ezért gyorsan videó nélkül visszaengedtük. És eléggé meglepődtünk, hiszen elég gyenge éjszaka volt, ez volt az egyetlen kapásunk, ez is hajnali 4 körül. Viszont most újult erőkkel fogunk neki ennek a dolognak, úgyhogy most bekeverem a szpombozni valót, és meglátjuk, hogy mit az a mai éjszaka. Viszont ettől függetlenül, hogy mi volt tegnap éjszaka, bizakodóan állunk hozzá. Úgyhogy lássuk is a mixet. Egy kiló ilyen kevert magmix. És a Dynamite Bates Sweet Tiger kornos bolja. Neki a mixünk. Ezt én még egy picit megbonolítom egy kis source liquid attraktanttal. És ez lenne, amit most be fogok etetni. Itt lenne az előként, a zenére elnézést kérünk, de jól érzik magukat mellettünk. Itt ez egy egyszerű blowback leak, ez megy ide a közelebbi helyhez, a messzebbi helyhez pedig egy egyszerű snowman rig megy majd. Na hát, mint láthatjátok, benn van az összes bot. Reménykedünk benne, hogy izgalmas éjszakánk lesz. Igazából legfőképpen a tigris magyarós és kukoricás pop-up kombókat erőltettük. Tegnap például a bojlisra is érkezett egy, úgyhogy egy bojlis volt most is benn van. Úgyhogy reménykedünk benne, hogy tényleg izgalmas lesz az éjszaka. És drukkoljatok, hogy ezt tényleg így legyen és be tudjuk nektek mutatni. Hát a túra utolsó óráiban megjött az első kapásom. Most már itt parkeret ügyeskedek. Nagyon félek, hogy belemegy a botomba. Sőt, konkrétan bele is ment az egyikbe. Itt is lenne az első szarvasi pontyom. Kicsattanó erősségben van ez a hal. És nagyon boldog vagyok, hogy végre nekem is sikerült fogni innen egy pontyot, hiszen már nagyon meg kellett érte küzdeni. Este volt egy kapás, ami ráadásul le is akadt. Úgyhogy van még egy pár óránk, már próbáljuk kihasználni. Na menjen is vissza.
Hát srácok, akkor a kapásra figyeltünk fel Boldival, hogy csoda, hogy nem halt be a kapásra ez ő. Akkor a futás volt, hogy ez hihetetlen. Hát ő lenne ez a hihetetlen szép nyúlgaponty. Hát végül csak sikerült két halat fognom, de még van egy-két óránk, úgyhogy reméljük, hogy még abban is fog érkezni valami. Köszönöm szépen, hogy jöttél, és akkor most csinálunk egy pár képet, aztán mehetsz vissza az étetőelemedbe. Véget ért a túránk. Egyszerűen elképesztő ez a környezet, úgyhogy hihetetlen boldogak vagyunk, hogy sikerült innen több szép pontot is fognunk. Igaz, hogy nekem csak 48 órám volt, de sikerült eredményesen kihasználnom ezt. És az utolsó 24 órában sikerült most már pontjukat is fognom. Voltak hibázott kapásaink is, amik sajnos erősebbek voltak mindni. És vagy leverték magukat egy akadóba, vagy pedig szimplán nem akadtak jól. Úgyhogy összegezve egyértelműen ez a tigris magyaros popápos világ ment jól. Meg szeretnénk köszönni, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!